Javult a levegő minősége Miskolcon köszönhetően a csapadéknak és a szélnek, az elmúlt napokban viszont magas volt a levegő szállópor koncentrációja. A szakemberek szerint még mindig az egyik legnagyobb probléma, hogy a lakosság nagy része nem megfelelő anyagokkal fűt. Sokan várakoznak az allergológiai, pulmonológiai szakrendelésen, ez ősszel és télen általában így van. Ilyenkor ugyanis gyakran rossz a levegő minősége Miskolcon. Ez a légzőszervi betegségben szenvedőknek komoly gondot okoz. Köhögéses panaszokat elhúzódóan intenzíven kiválthat, a gyulladásos folyamatok következtében pedig nehéz légzés fulladás lép fel. De az egészséges embereknél is jelentkezhetnek hasonló tünetek, ezért a szakemberek azt tanácsolják, hogy ha rossz a levegő minősége, akkor senki ne tartózkodjon hosszú ideig a szabadban. A légszennyezéshez költ por vagy füst formájában szállópor, a nitrogénoxidok, illetve az ózon is hozzájárulhatnak, amelyek a légutakban gyulladást váltanak ki. Ennek a gyulladásnak a következménye, hogyha rövid ideig tart, akkor átmeneti nyálkahártya duzzanat egészséges embereknél köhögéssel járva, az idült légzőszervi betegeknél pedig ez a gyulladás már a levegőáramlás korlátozottságához vezet. A miskolciak most egyelőre fellélegezhetnek. A keddi csapadék és szél miatt javult a levegő minősége. Itt a sárga, a lila, feketés jellegű, ami a Miskolcon mutatja végig az elmúlt napokban a zöld tartományban, az egészséges tartományban volt. Miskolcon három mérőállomás gyűjti az adatokat, a Szirmai, Helyő Csabai és a Búzatéri. A levegő minőségét ezeknek az összegzéséből állapítják meg. A szállópor tekintetében nem a Búzatér, ahol a legnagyobb a gond és a legtöbbször emelkedik egészségügyi érték felé az érték, hanem bizony a lakóházas övezetekben. Itt ugyanis nagyon sokan nem megfelelően fűtik a házukat. Az, ami kikerül a levegőbe, azt mi emberek okozzuk. Tehát nagyon fontos, hogy betartsuk azokat a szabályokat, amit mindig elmondunk, hogy megfelelő tüzelőanyaggal, megfelelő minőségű szénnel, fával kell tüzelni, mert akkor kevesebb káros anyag kerül ki a levegőbe. A fűtés, közlekedés és ipari tevékenység mellett a levegő minőségét az időjárás is nagyban befolyásolja. A nyugodt, szélcsendes időjárás hatására a levegő megreked, és hamar szmog alakulhat ki.